Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mi történik a következő napokban. Itt ennél a jóslásnál mutatom nektek az új kártyáimat, két csomag, összesen 200 kártya, és itt az erdő titkairól van szó, a fákról. Mi a középponti téma jelenleg, ezt mutatja ez a trombéta fa, és ez mutatja a zenét, a vidámságot, a táncokat, a szabad időt, tehát erre kell, hogy ügyeljünk. Talán a hétvégén. Mi az, ami a következő napokban ránk megnyugtatóan hat, azt mutatja itt ez a fa, és ezt úgy hívják, hogy a hét fiú, az égnek a fiai, tehát itt asztrológiáról van szó, vagy egy vallási témáról, vagy spirituális dolgokról, de én azt mondanám, hogy a meditációnak van most megnyugtató hatása, nem csak most, hanem a későbbiekben is. És mit tegyetek a napokban? Ez a növény azt jelenti, hogy tartsátok meg a titkaitokat. Ne mondjátok el azt, amit terveztek. Valami kiderül itt a nyilvánosságon, mutatja ez a növény. De ti döntsetek, mi az, amit ti elmondatok, az lehet egy gondolat, lehet érzelmek is, és melyik kapcsolatban, vagy melyik témában lenne jobb, ha hallgatnátok, visszahúzódóak lennétek. Ez a virág mutatja azt, ami most segít, ami nekünk szerencsét hoz, és ez egy selyemfa, úgy nevezik ezt a növényt. És a selyem az olyan finom, lelki, az olyan kellemes, és ez, ami most segít számunkra. Nem csak a tetteknél, hanem kihat az érzelmeinkre, finom érzéseket mutat. És mi az, ami fontos, amire ügyelnünk kell, azt mutatja ez a növény, és azt jelenti, hogy valami olyan átláthatatlan. És mi az, amire ügyelnünk kell a következő napokban, mert kihat ránk, vagy milyen befolyások jönnek kívülről, ezt mutatja ez a növény, és azt jelenti, hogy valami átláthatatlan. Én arra gondolok, hogy ez nem másokkal áll összefüggésben, hanem a mi terveinkkel. Nem mondjuk azt nyíltan ki, hanem legyen ez olyan átláthatatlan, és az eredmény pontosan ez az, amit ez a jóslás most közöl velünk. Ez a fontos, hogy megtartsuk a belső erőnket, meditáljunk azon, mit akarunk elérni. Ne mondjuk ki a titkainkat. Érezzük ezt a finom energiamezőt, meg az érzéseket is. Nem kell, hogy nyitott kártyákkal játszunk, legyen valami inkább átláthatatlan, mert ez most nagyon fontos. De a középpontban áll a tánc, a zene, tehát ez a jó hangulat, az, ami számunkra most ezt a kiegyensúlyozást segíti. És ez volt az erdők titkai jóslásom a saját kártyámmal, mutatom újra az első és a második rész. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!